Üdvözletem, Necrocrim vagyok, és jön egy újabb nekrovat, és akkor még egyszer elmondom azoknak, akik nem figyelték az első videót, hogy ez a név Lord Gaming YouTube-os ismerősömtől jött, és hát ő javasolta, hogy legyen egy ilyen rovat féleség, így aztán ez lett. Nos, köszönöm neki, érdemes megnézni a csatornájákat, jó videókat készít, bár kevés ideje van rá, de jó kis videói vannak, szóval, hogyha komolyabban csinálna, azt hiszem simán támogatnám a csatornáját, hogy hajrá, menjetek és nézzetek, megiratkozzatok föl, mert jó videókat csinál, de tényleg. Továbbá, a gameplayről, amit láthatjátok, Hawkent választottam erre a gameplayre, azért is ezt, mert újra beszeretném mutatni ezt a játékot, mert annól még bemutattam, amikor még alfa teszteltem ezt a játékot, és akkor le kellett vegyem a videókat YouTube-ról, mert hát akkor még jogvédett volt, de most már föl lehet tölteni mindenfélét róla. Free to play, vagyis ingyenes, amint látjátok, rohadt szép, tehát nagyon szépen meg van csinálni, és még csak DirectX 9 alatt fut, nincs is DirectX 10-re optimalizálva. Szóval a videókártyából viszonylag erős kell, de mivel free to play, nyugodtan próbáljátok ki, játszatok, mert egy nagyon jó játék, nagyon élvezetes, ugye itt mechekkel harcoltok, csapatban zúztok, pörgős, izgalmas, különleges. Igen, azt hiszem ez az a szó rá. Különleges ez a játék a maga szempontjából, és tényleg egyre jobban beindul és fejlődik. És nem az a Pay to Win című játék, és hogy fizess, hogy nyerjél. Minden fegyver jól van optimalizálva, és élvezet vele játszani, de tényleg, hogyha extrákat akarsz, akkor azért persze pénzt kell kérned, de olyan extrák vannak, hogy nézzen ki jobban a meched, és stb. Ilyen külső extrák, de semmi olyasmi, hogyha jobb fegyver, az nem kerül pénzbe, stb. Szóval jó játék, és tényleg különleges a maga világával, szóval érdemes kipróbálni. Hagyok egy linket a csatlakozáshoz, és regisztráljátok, nézzétek meg, hogy mi ez a Hawken, mert elég jó játék, már most már lassan egy éve, hogy kint van és fut, legalábbis az alfa teszt óta egy év eltelt már, és elég jó játék, és most, hogy van jó gépem hozzá, végre tudom játszani és élvezni úgy, ahogy kell, mert tényleg egy jó fajta. Nos, akkor végül is jöjjenek a kérdések, hogyha már nekrovatról van szó. Szóval, első kérdés, mai 10 éves gyerekekről, gamerekről mi a véleményem? Hát azt mondom, hogy ha a szülők tudnának egy balanszot tartani, tehát hogy kontrollálni tudják, hogy mivel játszik az a gyerek, vagy netán, ha kérdésé vannak a dolgokkal kapcsolatban, azt megválaszolják, és nem hanyagolják el, akkor rendben van. Akkor szerintem elfogadható, és játszanak. Mivel, hogy már egy jobb generáció vagyunk, aki akarva, akaratlanul, de gép előtt nő fel, szóval most már ez rendben van, azt hiszem, talán, hogy egy 10 éves játszik, csak mérték. Tehát ez a lényeg, hogyha a szülők odafigyelnek rá, szerintem akkor nem gázos. Miből jött a Necrocrim nevem? Nos, régen volt egy olyan weboldal, egy Trillion kincsei, lehet, hogy még mindig van. Ott ilyen fantasy sztorikat lehet írni, aki ismeri, az biztos tudja, miről van szó. És oda kellett egy karakternév, és itt született meg a Necrocrim, hogy mégis miből raktam össze. Egy fantasy képen láttam egy nekromantát, aki nem tudná, mi a nekromanta, az a holtakat támasztja föl és irányítja. Továbbá a criminal szóból jött össze ez a kettő, tehát Necrocrim, és így született meg a karakter, született egy apró kis novella is, ugye régen fantasyket írtam erről a Necrocrim karakterről, ki az, mi az, hová tart, ha egyszer érdekel, megkérdezitek, akkor elmesélem, hogy végül is mi a sztoria, a fantasy sztori ennek a Necrocrimnek. Kordában tudom-e tartani, hogy mennyit játszom, és mennyit foglalkozom a valós élettel, és ott mutogatok ilyen macska körmöket, mert a valós élet igen szubjektív, vagy hogy eljön a kísérletük, és azt mondom, hogy fene legyen, meg majd holnap találkozok a barátnőmmel. Mindig valamilyen szinten kordában tudtam tartani, szóval volt az úgy, hogy igen, hogy sokat játszottam, de nem azért, mert hogy nem tudtam kordában, hanem azért, mert akartam játszani, és akkor volt rá időm. És azt kell mondjam, hogy olyan nem volt, hogy na, most nem találkozom a barátnőmmel, játszom. Nem, az nincs. Tehát vannak az életben olyan dolgok, olyan kötelezettségek, ha tetszik ez a szó, ahol meg kell húzni a határt a játéknál, és most nem csak videójátékról beszélek itt biciklizésről, fociról, sakról, kártyáról, horgászatról. Ezek mind játékok, olyan játékok, amik az ember lelkét boldoggá teszik, és szeretnek vele foglalkozni, szóval ez a játék számomra.
Így aztán van a másik része az életnek, a munka, a barátnő, család, stb. Amikor meghúzod a határt, és abban az részben teljesítesz. Szóval, akik fent vannak nekem Steamen ismerősök, és sokszor rám jönnek, hogy na a Black Ops 2, akkor mondom, most nem, most videóidő van, most munkaidő van, most barátnőidő van, és akkor nem játszom. Akkor azzal foglalkozom, ami a valós élet, hogy ragadjunk a kérdésnél. És röviden ennyi. Szóval mindig kell legyen az a határ, amikor kiragadod magadból ebből a gamer világból, és koncentrálsz arra, amit tenned kell a feladatodra az életedben, és szerintem ez így van rendjén. Eltántorodtad-e valami a játéktól? Megint csak ez a játékot úgy értelmezném, hogy nem csak videójáték, ez bármilyen játék lehet, ami a lelkedet boldoggá teszi, és te játéknak értelmezed, szóval nem. Nem tántítottad el soha semmi a játéktól, mert szeretném jól érezni magam, így aztán szeretek foglalkozni a játékkal, és nekem a hobbi az a videójátékokban is kimerül, így aztán nem. Nem tántorított el semmi. Melyik a kedvenc nem akciójátékom? Hát a mobilomon folyton passziánszozom, és nagyon szeretem a Tetriszt, úgyhogy meg a sakkom. És ezek a kedvenc nem akciójátékaim, és ja. Röviden ennyi, hogyha, vagy nem tudom, milyen konkrét nem akciójátékra gondoltál, de jó, mert manapság elég nehéz azt mondani, hogy ez nem akciójáték. Plants vs. Zombies, azt is kitoltam, na elég jó volt. Messze lakok-e Magyarországtól, jobb-e itt lakni esetleg? Miért akarok visszamenni? Előrendeltem a Code Ghost-ot, miért nem árulom, hogy hány éves vagyok, hány nyelvet tudok? 2 órára lakom Magyarországtól level, mármint repülővel, jobb-e itt lakni? Nézőpont kérdése, szeretek most egyelőre itt lakni. Miért akarok visszajönni? Mert ott nőttem föl, ott vannak a barátaim, és élvezem azt az országot, szeretem, ez a hazám. Kész, rövid, ennyi. Előrendeltem a Code Ghost-ot, nem, előbb megnézem mi az, és utána rendelem meg. Ennyi, tehát nem adok ki pénzt valami olyasmiért, amit már 10 éve játszok lassan, és vagy több. És már nagyjából úgy is fogom tudni, hogy mi az, előbb megnézem, ha tetszik, megveszem, ha nem, nem. Miért nem árulom el, hány éves vagyok, mert öreg vagyok, jó, ilyen kérdést többé ne tegyetek fel. Hány nyelvet tudok, 3-at? Nem mondom el, hogy mely 3-at tudom. Mi volt az, amitől könnyebb volt célozni, ezt Facebookon kérdezték meg, nagyon szeretne rá választ kapni az illető. Hát, pedig a válasz igazából egyértelmű, te is tudod, hogy mit kell tegyél ahhoz, hogy jobban célozz, csak talán nem akarod elkezdeni, de azért elárulom a választ, gyakorlás, és még egy kis gyakorlás az adott játékkal, amelyiket szereted, vagy az adott játékokkal, és akkor menni fog. De ma sokat kell gyakorolni, ennyi, és akarni kell, hogy ez menjen, akarnod kell, hogy tudd. Karakter 222, egy régi feliratkozó, és mindig jó kommenteket hagy, és jó kérdéseket szokott felrakni. De egy jó párat felrakok, azt hiszem ezekre válaszolni fogok. Ha egy választanom kéne egy napon, hol lennék inkább, toj-toj nyáron, vagy pottyantós tavasszal? Ez a kérdés egyértelmű, pottyantós tavasszal, mert szellőzik is azért, és hát azért kicsit idegebben tavasszal talán annyira nem érzem a szagokat, azért mondjuk egy szigetfesztiválon, tojtól nyáron, hiába próbálják illatosítani belülről, azért na, de mégiscsak. Hogy nem tudtam még ráunni a kontra és a videózásra? Nos, hát a videózás az mindig az életem része volt, és egyrészt ezt is tanultam, és ez egy hobbi, játék, ha így tetszik. A kontra ráuntam. És ez azért látszik a gameplay-emen is. Volt, amikor sokkal jobb voltam, most már valami mást szeretnék átadni, ha videóról van szó, kódban, gameplay-ben. De, és ráuntam is, meg nem is, mert tudjátok, hogyha hosszú idő után is nem kódozok és újra hozzányúlok, mindig tudja hozni ugyanazt az élvezeti szintet, míg más játékok egy idő után már annyira nem. Így aztán a kód mindig tud hozni egy szintet, és mindig egy jó játékot tud biztosítani, még akkor, hogyha nagyon unatkozom. Szóval, amikor nagyon nincs semmi, akkor a Cold az kurva jó, mert tartja a szintet. Nem zavar, hogy tégem olyan sok 8 éves kis hülye gyerek mondanám fűtfát, mert szar. Nem zavar, sokszor ki is kapcsolom a kommunikációt, hogy ne lássam, mit irogatnak, hogy koncentráljunk a játékra, és
És sőt, még talán örülök is, mert minden fűtfát rám mondanak, akkor valamit jól csinálok. Nem, szóval igazából nem érdekel, és nem biztos, hogy szar a 8 éves gyerek, csak idősebb vagyok, én többet gondolkodok, jobban ismerem a játékot, így aztán lehet, hogy csak azért vagyok jó. Aztán eljön az ő ideje, és az ő reflexei, és az ő pörgössége, és akkor én mondok fűtfát rájuk. Ez van. Mindig utáltam a hétvégi gamereket, mert följöttek sok 8 évesek, azt lepörögtek. Na, ennyi. Mi az a játék, amit együttőhelyedben kijátszottam, ha van ilyen? MV2-t kijátszottam, egy hülyénben Singularity, Time Shift, Half-Life 2, ezekre emlékszem, hogy együttőhelyedben kijátszottam, ezek úgy tetszettek, itt jó hozzam. Véres vagy májos hurka, mindkettőt szerettem, Szilva vagy Baraszpálinka, ezt a kérdést így, mind a kettőt, fiú, mind a kettő csúszik. Citromos vagy sima kör, sima a sör, ezt a kérdést kár volt feltenni, persze, hogy sima, bár azért néha szeretem keverni a simát egy kis sprite-tal, mondjuk egy jó kis sört sprite-tal, egész jó íze van, próbáljátok ki, de amúgy sima, mindenképp sima, és abból is inkább a búzát, szóval a búzasört is szeretem nagyon. Vörösök vagy szőkék, most bort kérdeztél, mindkettő, tudod, amit a Szilva vagy Baraszpálinka öcsém, mind a kettő finom, jó, jöhet, csúszik. Milyen telefonom van? S3-os. Galaxy S3-os. Milyen magas vagyok? Izom, szagom van-e? 182 vagyok, és nem, nincs izom, szagom, de kövér sem vagyok. Az a középút, hogy így mondjam. Mivel, hogy ugye sportmúltam van, ezért valamikor mondhatnám azt, hogy volt egy kis izom, szagom, de addigra az most már lement. Hogy úgy mondjam, egy kicsit megnőttem, ha lehet ezt így mondani, tehát volt, amikor izmosabb voltam, most már annyira nem, hál' Istennek, mert nagyon is vékony voltam akkoriban, de nem, nincs izomszagom, de kövérsem vagyok, és 182 vagyok, ja, ennyi, röviden. Mit gondolok a World of Warcraft-tól? Szerintem életelensége bele játszani, mert elég fullos vagy, gondolom, itt a karakterre gondolsz, és hát még van a szabadidőm bőven kint bicikli, stb. Figyelj, mint mondtam az előzőkben, játék, a mai generációban a videójáték az életünk mindennapi része, mint ahogy más biciklizik, te World of Warcraft-ozol, és hogyha tudsz ilyen határt tartani, ahol a életben való kötelezettségét teljesíted, akkor nem. És menj el bicőzni is, és World of Warcraft-ozzál is, és legyenek barátaid, és játszatok együtt, és erről szól. Ennyi, nem élettelenség. Manapság nagyon mérges leszek, azt hiszem, ha azt mondják egy gamerre az, hogy élettelen, nincs élete és a többi. Lófasz, nincs élete, van élete, csak szeret játszani, és ez most már a mindennapjaink része. Egy olyan generáció vagyunk, és a mi gyerekeink egy olyan generációk lesznek, ahol már ez elkerülhető. Ők már nem fát másznak, ők Assassin's Creed-eznek. Szóval ez már itt benne van, csak mindenholnak azért legyen egy határa. Nos, azt hiszem ennyi volt a mai nekrovat. Röviden, remélem élveztétek a gameplayt, mint mondtam, én nekem nagyon tetszik ez a Hawken nevű játék. Necrocrim néven megtaláltok, be lehet jelölni, együtt tudunk játszani, ahogy az idő engedi természetesen. Később igyekszem egy Necrocrim napot tartani, újra, hogyha kedvetek van, természetesen kódnév, mert az azért mindenkinek elérhető. De mint ahogy az időm engedi, akik tudják, akik fönt vannak nekem Steamen, akik bejelöltek, akiket visszajelöltem, azok tudják, hogy azért tudunk együtt játszani. Ritkásan, de megoldjuk is, mert ugye az életben vannak kötelezettségek, amiket teljesíteni kell. Gondolok itt, hamarosan jön a barátnő, és hát akkor... Na jó, ennyi. Remélem tényleg következő nekrovatig találkozunk. Ja, egy kérdésem lenne nektek, számotokra, stb., hogy ami ugye lassan lejár a Call of Duty Black Ops 2-nek az ideje, mert jön a Ghost, hogyha addig van még olyan taktikai videó, amit szeretnétek látni, vagy a kód pszichológia, hogy úgy mondjam, hogy hogyan legyünk jobbak fejben, és azért fizikálisan, tehát taktikában is a játékban, még van ilyen videó, amiről szeretnétek hallani, látni, tudni, akkor amíg eljön a Code Ghost, mert ott tervezek egy új sorozatot indítani, amíg eljön a Code Ghost, addig akkor azon essünk túl, és nyugodtan tegyétek fel ezzel kapcsolatban a kérdéseiteket, és akkor csinálunk olyan videót, ami arról szól, amit szeretnétek látni. De ne egyértelmű kérdés, tehát valami többet, mint az, hogy milyen fegyver, milyen perk. Tehát gondolkodjatok kicsit tovább. Ez volt az én kérdésem számotokra.
Még egyszer a következő nekrovatig. Sziasztok!